Kire szavazzak az önkormányzati választásokon? Tanácsot nem adunk, de a jelöltek megismerésére lehetőséget biztosítunk. A Pilisvörösvári Pilis Szent Iván és Solymári képviselőjelölteknek bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk. Akik éltek a felajánlott lehetőséggel, azok 5-5 percben beszélhetnek magukról, indítatásukról, céljaikról. A Solymári jelöltek következnek. Maradjanak velünk! Köszöntöm a stúdióban. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek. Jó napot kívánok! Ugrai vagyok közgazdász. Családom a 2006 óta lakunk a településen, négy gyermekem van, és gyakorlatilag településfejlesztéssel foglalkozom, pályázatírással, a legkülönbözőbb tematikába, környezetvédelem, sport, gazdaságfejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, és ö, ö, az, az, a dolog fogott, mint engem a településen, hogy, hogy számtalan olyan lehetőség van Solymáron, akár kulturális, akár környezetvédelmi, akár sportba, amivel, amiben nagyon komoly változásokat lehetne elérni. Tekintettel arra, hogy jelenleg nincs sportolási lehetőség Solymáron, ebben előre kellene lépni, ki kéne használni a kulturális és a, és a környezet, környezeti értékeket, lásd mondjuk vár, vagy akár a a gyönyörű tér, ami itt a központban jelentkezik. Ezt is egy remek közösségi térré lehetne fejleszteni. Gyakorlatilag ami miatt én képviselőre, képviselőnek szeretnék lenni, az két dologból adódik. Egyébként ez viszonylag egy személyes élmény. Tavaly nyáron, amikor megláttam, hogy az Ósan parkolójában fociznak a gyermekek, akkor rádöbbentem arra, hogy nincs sportolási lehetőség, és ebben nagyon gyors változásra van szükség. A másik pedig ugye a búcsú kérdése, ami ugye egy nagyon jó helyszínről a templom mellől kiköltözött ugye a, gyakorlatilag a falu szélére, és ebben mind a szakrális, mind a kulturális jellegét elveszítette, és azt gondolom, hogy ennek is például a település központjában van többek között a helye. Tekintett arra, hogy ez nem az egyes körzethez tartozik, hiszen én a Tersánszki út mente, illetve a külső területeken szeretnék majd tevékenykedni, mint képviselőnek, de ez ugye összefüggésben van a, ezzel a problématikával. Ezen a, ezen a részen, ahol én leszek, vagy én szeretnék képviselő lenni, ott számos olyan probléma van, amiben a faluba is probléma van. A közlekedési helyzet fokozódása miatt például a gyalogosok nagyon nehezen tudnak átkelni az úton, még több gyalog átkelő helyre lenne szükség. Nem is feltétlenül lámpásra, hanem akár, akár csak fényjelekkel működő lámpákra, hogy egyszerűen át tudjanak kelni. Nem tudnak sokszor átkelni akár babakocsival, akár gyerekkel. Közösségi terekre is szükség lenne többre, ahol össze tudnak gyűlni a, a helyben lakók, akár babakocsival elérhető kicsi játszóterekkel, kicsi sportolási lehetőségekre. Illetve a települést olyannak szeretném látni, ahol úgy nagyjából mindenki megtalálja a saját helyét. Egy ilyen fenntartható, környezetvédelmileg is elfogadható szinten közösségi közlekedést fejlesztve, hiszen többek között gyakorlatilag nem sok értelme van autóval elindulni boltokba, vásárolni, lehetne ezt akár kerékpárral, akár más alternatív eszközzel. Ennek kapcsán akár ki lehetne alakítani különböző közösségi közlekedési formákat, mint kerékpárkölcsönzés, ez érdekes lehet akár a lakótelepen is, vagy akár a vasútállomáson, igaz, hogy ez másik körzet, de összefügg az egész rendszer, a, amelynek kapcsán ugye elektromos ö, ö, bicikléket is lehetne használni a településen, ezzel összefügg, hogy a kerékpáros közlekedés kellene valahogy fejleszteni, ebből, tehát településen vannak kerék, nagyon rövid kerékpárutak ugye a, a, a lakótelep előtt, ezt kellene fejleszteni, hogy utána az emberek, hogyha elindulnak a faluba, akkor ne feltétlenül autóba üljenek bele, ö, illetve olyan, olyan típusú megoldásokat és víziókat és, és vizsgálatokat kellene létrehozni, hogy ne következhessen olyan be, hogy egyszerre vagy két hét alatt három csőtörés van és gyakorlatilag bedugul a falu. Ennek kapcsán elő kellene készülni, hogy erre vonatkozólag is legyenek megoldások, vagy akár egy, egy vízhiány ne következzen be, tehát szükség van arra, hogy, hogy víziókon keresztül prioritásokat kialakítsunk és ennek kapcsán olyan megoldások lehessenek, ami az adott település lakó kívánság tud válaszolni. Amit még szeretnék elmondani, hogy május 22-én lesz egy, egy polgármesteri vita, amire nagy szeretettel várjuk Dr. Zilinski Péter is részt fog venni a Tesco Egyesület részéről, illetve június 3-án tartunk 6 órakor egy fórumot, ahol mindenkit nagy szeretettel várunk. A Tesco Egyesület egy civil szervezet, kérem szavazzanak a jelöltjeire, hiszen alapvetően a Tesco Egyesület szakmai alapon próbálja a település problémáit kezelni és megoldani. Köszönjük szépen! köszöntöm a Pilis TV stúdiójában. Kérem mutatkozzon be a nézőknek. Szente Kámán vagyok, 22 éve önkormányzati vezető, 18 éve szolgálom Solymár polgármestereként a közösséget, és az egyes körzetben, mint egy települési képviselő is indulok. Miért indul képviselőjelöltként? Az egyes körzet az nekem nagyon közel áll a szívemhez, hisz születésemtől fogva 14 évig a Tercsászki utcai szülőházunkban nőttem fel, ott nevelkedtem. Én ezeken az utcákon voltam gyerek, itt bicikliztem, itt jártam keresztül Kasul, itt nőttem fel, leggyakrabban a futballpályán, ugye. És 14 éves koromban felköltöztünk a lakótelepre, ami szintén részben ennek a körzetnek a területe, úgyhogy volt alkalmam megismerni ezt a területet, a tájat, nagyon sok rokonom, barátom még ma is itt él a, ebben a körzetben, úgyhogy itt szeretném szolgálni a közösséget, mint ahogy tettem ezt az elmúlt öt évben, hisz az elmúlt öt évben is az egyes körzet képviselője voltam. Minek alapján hozza meg döntéseit a településsel, Solymárral kapcsolatban? Ez egy elég sokrétű dolog, hogy minek alapján hozza az ember döntést. Egyrészt kell hozzá az embernek az élet tapasztalata. Én ugye néhány Mónapja múltam 60 éves. Elég sok mindent csináltam életemben, az egyetemi oktatói munkától, a kutatói munkán keresztül, projektmenedzseri munkákig, pályázatkezelésig, pályázatírásig, projektmenedzsment cégeknek voltam a szakmai igazgatója. Úgyhogy összegyűjtöttem egy elég nagy tapasztalatot ezzel a munkával kapcsolatban és hát természetesen ugye az elmúlt 18 év, amíg Solymár polgármestere voltam, talán ez alatt az idő alatt tanultam a legtöbbet erről a szakmáról, úgyhogy ez a fő motiváció, hogy itt induljak ebben a körzetben. Milyennek szeretné látni Solymárt? Ez is egy nagyon sok rétű kérdés, ugye ehhez a körzethez, az egyes számú körzethez az idéntől, illetve hát ettől a választási ciklustól újabb utcák tartoznak hozzá, hiszen úgy Átalakult a lakosság, a lakosság számok a választópolgárok száma, hogy az egyes körzet az bővült egy kicsit, most már hozzá tartozik a hutvej, de alsó része is. Úgyhogy ezeken a területeken szeretném azokat a problémákat megoldani, ezeken a területeken is, ahol ugye még a szabályzási terv nem hajtódott végre, pedig a szabályzási terv végrehajtása nélkül nem lehet. Ez az egész, nem lehet ezt az egészet komplexen kezelni. Ezért szeretném, hogyha ezeket a folyamatokat is meg tudnám gyorsítani. Én úgy vélem, hogy ebben a körzetben is nagyon sok szép sikert értünk el az elmúlt öt évben, ha csak gondolok a tematikus játszótér megépítésére, ami az egyik legnagyobb beruházásunk volt itt a környéken, illetve a múltban is több helyen fejlesztettünk járdákat, építettünk, jelenleg is készülnek a tervek a Tersánszki utca keleti oldalának a teljes járdaszakásának a befejezésére, illetve további fejlesztések történtek. Talán a legfontosabb, amit szintén az egyes körzetet érinti, az ugye a két biztosított gyalogátkelő, amelyet lézerfényes gyalogos védelmi rendszerrel látunk el, de azt hiszem a legnagyobb eredmény volt, annak a három forgalmi lámpával védett kerülnek a kialakítása, ami közül egy ugye a Peműnél került kihelyezésre, és ezzel ott nagyon nagy mértékben megdőlt a forgalom biztonság. van -e még, amit hozzá szeretne fűzni? Hát én azt hiszem, hogy ebben, ezen a területen is vannak még további fejlesztési lehetőségek. Ugye miután a búcsú helyszínben nem tudtunk megegyezni a Római Katolikus Egyházzal, ezért kialakítottunk egy új rendezvényhelyszínt. Ez az új rendezvényhelyszín ez folyamatosan fejlődik azóta is. Ugye tavaly megrendeztük az első búcsút ezen a területen, és a rendezvényhelyszín fejlesztésére is rendelkezünk fejlesztési tervekkel ezek a fejlesztési tervek olyan sport és szabadidő központ létrehozására irányulnak, amelyek nagyon remélem, hogy a közeljövőben megvalósulnak. Én ezen szeretnék dolgozni konkrétan ezen a területen, és hát ami mindent érint, az ugye a közlekedési kérdések, illetve a temetői csomópont kérdés, amit mindenképpen szeretnék megoldani. Köszönöm szépen, hogy Köszönöm. Köszöntöm a stúdióban, kérem mutatkozzon be a nézőknek. Köszöntöm a Pilis TV nézői, dr. Zlinszky Péter vagyok, a teső Egyesület polgármester jelöltje és a 2. választókerületben képviselőjelölt. 2015 óta lakok családommal Sojmáron, feleségem sojmári születésű, három fiúgyermeket nevelünk, és hamar bekapcsolódtunk a közösségi életbe különböző kezdeményezésekkel filmvetítést szerveztünk a művházba, rajzversenyt szerveztünk az iskolásoknak, újraindítottuk a templomtéri bolhapiacokat, mindig volt bennünk egy, egy elszánás, hogy tegyünk valamit azért, hogy szorosabban kapcsolódjunk a közösséghez, és hogy a közösség tagjai is szorosan kapcsolódjanak egymáshoz. Egyébként jogász végzettségű vagyok, ügyvéd, de nagyon szeretek a kertben is tevékenykedni, a természetben lenni, és a családdal tölteni közösen időt. Miért szeretne képviselő lenni? különböző kezdeményezéseink kapcsán többször kellett együttműködnünk az önkormányzattal, és bár tapasztaltunk nyitottságot is, sokszor nehézkességet is át kellett élnünk, hogy úgy éreztük, hogy nem tudunk együttműködni, falakba ütközünk, és ma, közelített a, a, választás ideje, megfogalmazódott bennünk, hogy ahhoz, hogy mérehajtó változásokat érjünk el, ahhoz bizony részt kell vennünk ebben a munkában is. Nem tagadhatunk másokra, hanem saját magunknak kell fölvállalni a feladatot, így éreztem ezt én, és ugyanígy a képviselő jelöltársaim. Különösen a Kerekhegyi kisbusz újraindítása kapcsán volt ez éles, amikor Megvolt volt ugyan a nyitottság az önkormányzat részéről, hogyha kellően alátámasztjuk az igényt, akkor elindulhasson, vagy hogy beszéljünk erről, de például a mostani útvonalat, amin a kis busz jár, a mostani menetrendet, azt teljes egészében én állítottam össze az eredeti előterjesztés, az más útvonalra, más fordulóra vonatkozott, és ebben is azt tapasztaltam meg, hogy bizony volna keresni valók az önkormányzatban, igenis a mi ötleteink olyanok, amiket mások nem fognak maguktól beterjeszteni. Minek alapján hozná meg döntéseit Solymára kapcsolatban? Számunkra az nagyon fontos, hogy minél jobban becsatornázzuk a lakossági igényeket. Most gyakran úgy érezzük, hogy nagy a távolsága a képviselőtestület és a lakosság között, kicsit mintha elefántcsont toronyba lennének zárva. Különösen emlékezetes példája volt nekem az ennek a elválasztottságnak, mikor az alsó útvaide kapcsán a képviselőtestület hozott egy olyan elvi döntést, hogy könnyít az építési telkek kialakításának a szabályain. Ez egyelőre csak egy elvi döntés, és ez kerül majd most bele az új településrendezési tervbe is, ha jól tudom, bár ennek a tervezetét még nem kaptuk, de maga az élmény csak az volt, hogy egyszer csak olvastam a határozatot, hogy megszületett ez az elvi döntés, és semmilyen előzetes Egyeztetést, felmérést nem tapasztaltunk ezzel kapcsolatban. Tehát számunkra fontos a, a kapcsolatteremtés, és természetesen az, hogy a környezeti társadalmi változásokra, amik soly már előtt állnak, felkészüljünk, szeretnénk, hogy soj már egyfajta sziget lehessen, független lehessen, amennyire lehet infrastruktúrálisan, önálló közösség legyen, fenntartható gazdálkodást szeretnénk, innovatív megoldásokat és erős közösséget akarunk építeni. A programunkat egyébként a május 22-i polgármesteri vitán, illetve a június 3-án a Műfházban délután 6-tól kezdődő fórumunkon is majd részletesebben bemutatjuk, ott hosszabban is tudok majd erről beszélni. Milyennek szeretné látni Solymát? Olyan települést szeretnénk, ami összetartó, illetve még összetartóbb, és részt vesz aktívan a település kialakításában a lakosság minél szélesebb köre, vagy úgy is mondhatnám, hogy újra részt vesz, ahogy ennek nagyon szép hagyományai vannak itt. Szeretnénk erősíteni a település önállóságát, és megteremteni annak a lehetőségét, hogy generációk tudjanak itt együtt élni, de ugyanígy tudjuk fogadni az új lakókat is, és ők is be tudjanak kapcsolódni aktívan a közösség életébe. Én biztatok mindenkit, hogy együtt tegyünk Sojmárért, hogy tegyünk együtt Sojmárért, és hogy jöjjenek el szavazni, és pártállástól függetlenül támogassák az én jelöltségemet és a Tesó Egyesület többi jelöltjét is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek. vagyok. Úgy szoktam mondani, hogy már igaz fia. Ez annyiban is igaz, hogy itt nőttem föl, és a szívem az márért dobog, ez az a hazám. Itt nőttem föl a templom tér környékén. Kiskoromban ugye ide jártam a Hunyadiba, később Budapesten folytattam a tanulmányaimat. Úgy hozta a sorst, hogy egy ideig Németországba költöztem, hát 17 évre ott végeztem szakmákat, egyetemet, és 2017-ben úgy döntöttem, hogy hazajövök segíteni a hazámat, így a kis hazámat, Solymárt is. Miért szeretne képviselő lenni? Nos, nem szeretnék, hanem kell. Mert egyszerűen olyan a helyzet Solymáron, hogy nagyon szépen köszönöm nyilván a kemény munkát a mostani képviselőknek is, de úgy látom, hogy mindenképpen kell egy kis vérfrissítés, és kellenek a víziók, kellenek az új ötletek, és kell a tett erő, és az bennem kellőképpen megvan. Nagyon fontos misszióm itt Solymáran, hogy hosszabb távon elrájtsuk a részleges önállátást, Ugye tudjuk azt, hogy nagyon válságos időkben élünk. Korábban a 1998-tól 20 éves fejjel, főleg a ökológiai válság miatt kongatta meg a harangokat. Ezzel összefügg is az is, hogy, hogy nem egyre inkább nem ünnel látó már. Az ország is, így már is egyre jobban függésbe kerül, vészhelyzetben, legyen ez egy komolyabb járvány, vagy egy háború, sokkal nehezebben vészelnénk át a válságot. Ezért mindenképpen továbbra is szeretném segíteni Solymárt, hogy az agráriumot itt valamelyest, amennyire lehet, elreállítsuk, az embereket tanítsuk az önellátásra, a részleges önellátásra, hogy a százszázalékos önállátás nem lehetséges. Továbbá meg kell erősíteni, akkor is, ha relatív békés a községünk, meg kell erősíteni a közbiztonságot, még tovább felkészülve a bekövetkező válságos időkre. És nagyon fontos, hogy, hogy ezt meg tudjuk valósítani a évtizedek során keletkezett mély árkokat a solymára meg kell szüntetni minél előbb. Meg kell tanulnunk együtt dolgozni, együtt biztonságosá szebbé tenni a községünket. Ez ugye hozzájárul a biztonsághoz, hogy a infrastruktúránk, mint látjuk, majdnem napi szinten a vízhálózatot rendbe kell hozni, mert ugye alapvető hogy a vízállátásunk is biztosítva legyen. Nagyon fontosak a kulturális rendezvények, de az első, amit említettem, a részleges önállátás, a vízbiztonság. Minek alapján hozná meg döntéseit Solymára a kapcsolatban? Solymára kapcsolatban a kapcsolatban döntéseimet elsőnek megbeszélem a Jóistenem, utána megbeszélem a csapatommal, a Mi Azánk Solymára, Melynek az elnöke vagyok, utána mindenképpen megbeszélem a választókerületemben élőkkel, rendszeres fórumokat fogok tartani, várhatóan két havonta, és az alapján fogok bármit is eldönteni majd. Milyennek szeretné látni Solymárt? Solymárt a víziumban szép Solymának látom, Összetartó Solymárnak, önellátó részlegesen önellátó Solymárnak, és hosszabb távon boldog Solymárnak is. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen. Köszöntöm a stúdiómban. kérem mutatkozzon be a nézőknek. Jablonkai Sándor vagyok, tiszteltel a Sojmári Hármas választókörzet jelöltje. Köszöntöm a lakosságot, köszöntöm a Pilis TV stályát, hogy sorra kerülhetett ez a beszélgetés, és köszöntöm a teljes település lakosságát. Jablonkai Sándor vagyok, 60 éve lakom legalább a körzetbe, így aztán a körzet lakosainak több mint felét ismerem, személyesen is. Szüleim, nagyszüleim sok mindent tettek a faluért. Nagyapám iskolai igazgató volt itt 20 évig, egyháztanácselnök volt x évig, és édesapám hozta létre a társaságot, majd a helytőtelenti gyűjteményt, és indította el a vár rekonstrukcióját is. Magamról annyit mondanék még, hogy 2001 óta vagyok Solymár Nagyközség Érdekegyeztető Fórumának a talelnöke, és ennek a folyamatnak a keretében 2021. december 14-én a parlament előtt Menszer Tamás segítségével fotózkodtunk, amikor a 2021 évi 145-ös törvényt, az a kompenzációs törvényt a parlament elfogadta. Két párt segítségével, az egyik a maga a kormánypárt, azaz a Fidesz, a másik pedig a mi hazánk mozgalom volt. Néhány éven keresztül a térségben agrármérniként dolgoztam, és jelen pillanatban is az a feladatom, hogy ezt a folyamatot kezeljem. Rengeteg elképzelésem van a településsel a kapcsolatban, lezáratlan fejezetek. Az első számú ilyen problémakör a most felvetődött ö, település 60 éves vízvezeték rendszerének a cseréje. Ez természetesen, mint sok minden mást, a politikai oldal segítségével kell megoldanunk. Ezzel tisztában vagyok, hogy itt kell majd újra használnunk azokat a képviselőket, így Fond Sándort is, ö, Ritter doktor Apáti Istvánt és Menzer Tamást, hogy az ilyen nagy horderejű dolgokat megoldják. Ugyanez vonatkozik a sportcsarnokra is. Azt is szeretnénk rehabilitálni. Nagyon fontosnak tartom a község lelki békéjét, ezért mindenképpen követe szeretnék lenni az egyház és a önkormányzat újra egymásra találásának, és szeretném mindenképpen a nagyon fontosnak tartom a kultúrrendezvények téren való lezajlódásának összehangolását. Tehát a civil csoportok, az egyházak és a, az iskolák, valamint az önkormányzat rendezvényei legyenek összeforva. Nagyon fontosnak tartom továbbá azt, hogy a most képviselőjelölt stáb, ez a 24 ember, aki elindult a választásokon, a továbbiakban is tudjon akár együtt dolgozni, tehát kiki -ki képviselőként, ha bejut, kiki -ki pedig esetleg jusson be bizottsági tagként, és ezáltal, mint egy mestere, tovább tudjanak dolgozni a faluért. Fontosnak tartom továbbá azt, hogy a Solymár agráriuma újra alakulhasson, ennek keretében meg kell alakítani Solymáron az önkormányzatnál a agrár gazdasági agrárkörnyezet gazdálkodási bizottságot, valamint a ezzel járó területi agrárkamarai bizottságot, amit a mezőgazdasági vállalkozók fognak megalakítani. Fontosnak tartom a fiatalok támogatását a újrakezdésben, folytos, fontosnak tartom azt is, hogy a szemben a belső solymári vállalkozók valamilyen preferálásban részesüljenek és ne legyenek versenyházányban. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e olyan kérdés, amire én válaszolhatok, és önök teszik fel. Milyennek szeretné látni Solymárt? Mindenképpen a lelki oldalról megközelítve azt szeretném, hogy minél boldogabb legyen az itt élő ember, és ne csak a természeti értékeket tudja élvezni, hanem a társadalmi értékeket is, és ezt gondolom a kultúrcsoportok jelenleg is biztosítják valamilyen szinten, de itt még azért összehangolásra van szükség. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában, és kérem mutatkozzon be a nézőknek. Jó napot kívánok! Dobrovkáni Dérborvála vagyok, a hármas számok körzet képviselőjelöltje fidesz KDMP támogatásával. Solymáron születtem egy sváb családban, születésem óta a hármas körzetben, pontosabban a József Attila utcában lakom. Férjem 44 éve fogtechnikus ugyanit, két felnőtt fiam van, három fiúnokám van, ők is Solymáron laknak. A Budapesti Közgazdaság Tudományi Egyetem külgazdaság szakán végeztem a diplomámat. 37 évig egy magyar tulajdonú elektronikai cégnek voltam a kereskedelmi vezetője. Idén februárban álltam föl, és érzékeny búcsút vettem a munkahelyemtől. Három cikluson keresztül voltam képviselő. Az első két ciklusban a pénzügyi bizottság elnökeként, a most jelenlegi ciklusban pedig a társadalmi megbizatású alpolgármesterként tevékenykedtem. Miért szeretne képviselő lenni a továbbiakban is? Mivel itt születtem, itt élek, nekem ez az otthonom, nekem nagyon fontos, hogy ez a körzet úgy alakuljon, szebb, szépen, szebb legyen, mint valaha. Az igazság az, hogy úgy érzem, hogy tapasztalatom is van hozzá, hogy ezt a munkát továbbra is folytassam. És ha már a hármas körzetről beszélünk, egy nagyon speciális helyzetben lévő terület szerintem, hiszen ez az ófalu. És az elmúlt napok eseményei, ez a hatalmas és a Mátyás utcában, ami egy család életét teljesen tönkretette, hiszen a házoknak a közepe szó szerint eltűnt a víz mosta üregben, felhívja a figyelmet erre a körzetre. Itt a csatorna rendszer, a vízvezetékrendszer, az elektromosság, mind-mind. Felújításra szorul. Tehát beszélhetünk mi 70 éves etelmi csövekről, de van még egy probléma, ami szerintem ezt előidézte, ez pedig az óriási forgalmas átmenő forgalom, ami a vezetékek feletti úton van. Tehát beszélhetünk autókról, több száz autóról, teherautóról, rengeteg olyan dolog van, ami megnehezíti ezt a dolgot, és van egy olyan érzésem, hogy itt nagyon sok probléma lesz még. Remegnek a házak, üregek vannak az, az utak alatt, és nagyon sok feltöltött pince van ezen a területen. Még egy területet szeretnék mondani, ez pedig az, hogy a középületek mindenben a területen helyezkednek el. Tehát legyen ez iskola, kisiskola, művelődési ház, óvoda polgármesteri ívatal, mind-mind felújításra szorul. Ezek nagyon komoly beruházások. És van két terület, amit nagyon szeretnék még támogatni, az egyik az iskola támogatása. Ugyanis az önkormányzatunk most is 4 millió forinttal támogatja az iskolát, azon kívül az alapítványt 600 ezerrel. Én szeretném ezt a folyamatot folytatni, és van még egy terület, ami számomra nagyon fontos, ez pedig a német nemzetiség támogatása. Én úgy érzem, hogy ez a négy csoport igazán megérdemli azt, hogy Súlymára legyen egy olyan képviselőjük is, aki ő kimondottan őket támogatja a testületen belül. Minek alapján hozza meg döntéseit Súlymárral kapcsolatban? A döntéseimet mindig, én azt mondom, hogy mindig az egész falut kell nézni. Tehát főleg a beruházásokkal kapcsán, beruházások kapcsán vannak problémák hiszen sokkal gyorsabban nő a falu, mint ahogy a pénzügyi lehetőségeink ezt lehetővé teszik. Tehát nagyon komoly döntéseket kell hozni. Nagyon sokszor fáj az ember szíve, hogy ez a pénz nem az én kerületembe kerül, de a döntéseknél figyelembe kell venni a, a lehetőségeket, műszaki lehetőségeket, pénzügyi lehetőségeket, és természetesen azt is, hogy mi a fontos. Milyennek szeretnél látni Solnárt? Hát azt hiszem, meseszerűnek. Az azt jelenti, hogy gyönyörű házakat képzelek el, nagyon szép utcákat, ápolt kerteket, mosolygos embereket az utakon, színvonalas kulturális életet, színvonalas iskolákat, kevesebb forgalmat a, a falun belül. Tudom, hogy ez álom, de arra kell törekedni, hogy aki itt él, az szeressen itt élni, tegyen a faluért otthonának érezze súlymárt. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Köszöntöm a stúdióban. Kérem, mutatkozzon be nézőknek. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a Mátrai Marian vagyok, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok, illetve ismertethetem programomat a Tesó Egyesület képviseletében. Nos, egy német ajkú faluról, felső galáról származom, ami jelenleg tatabánya része, de egészen ö, erős ö, német identitással rendelkezik továbbra is. Valamint érdekességként, hogy apró kötődése is van Solymárhoz, hiszen tavaly októberben a Wander felső gallára adta tovább Solymár német nemzetiségi önkormányzata. A sváb hagyományok és német nyelv szeretetét még nagyanyám alapozta meg, és eddigi életutamat is végigkísérte. Részben neki köszönhetem, hogy középiskolai tanulmányaimat egy katolikus nyelvgimnáziumban végeztem el, majd további képzéseimet Németországban folytattam. 12 évet töltöttem át néhány német nyelvterületen, és többnyire Bajorországban. Ezek az évek rendkívül tanulságosnak bizonyultak számomra, hiszen minden mellett, hogy megtanultam, hogy a kitartó munka és szolgalom meghozza gyümölcsét, már a korai években realizáltam, hogy érdemes és hasznos dolog a közösség szolgálatába állni. Meghatározó időszak volt számomra ebben a tekintetben, Weiler Zimmerbergben eltöltött évek voltak, Tudni kell, hogy Vegel Zimmerberg egy alvaj kis falu, igen zárkózott közösséggel, ezért különbüszkeség számomra, hogy azóta is Aktív barátságokat köthettem ott, rám bízták a helyi óvoda pénztárát, illetve önkéntes trénerként tarthattam tornafoglalkozásokat 3-6 éves gyerekeknek a, a sportverányigunk Weileri malgajban Később pedig egy münchen mellett kisvárosban szintén önkéntesként taníthattam bevándorló gyerekeket német nyelvre egy szülői munkaközösség szervezésében tartott kurzusok keretein belül. Ugye 2017-ben tértünk vissza Magyarországra, és egy olyan helyen szerettünk volna gyökeret verni, ahol nem szakadunk el a német hagyományoktól, illetve nyelvtől, ugyanakkor továbbra is megmarad a természetközeliség, és kanyújtásnyira lehetünk a Nyüzsgővárostól. Miért szeretne képviselő lenni? Úgy gondolom, hogy nem lehet jövőt építeni a múlt ismerete nélkül, ezért kiemelten fontosnak tartom egy közösség hagyományainak, illetve szokásainak, illetvitelének megismerését. Erre törekedtem már akkor, mikor ide költöztünk Solymára, hiszen hogyha megismerjük egy közösségnek a viselkedését és látásmódját, akkor könnyebben megértjük az adott közösséget, és könnyebben be tudunk illeszkedni a közösség mindennapjaiba, illetve tovább tudjuk fejleszteni az adott közösséget. Ugye erre törekszem civilként, és nagyon sok programon vettem eddig részt itt, hozzá is szeretném tenni, hogy nagyon színvonalas programok vannak Sojmeron, ezeket szeretnénk tovább is bővíteni, illetve megtartani. Valamint részt vettem közmeghallgatásokon, összegyűjtöttem a lakosság igényeit, meglátásait, és törekedtem ezeket mindig a képviselő testület elé tárni. Büszkeséggel tölt el, hogy az igény igényfelmérések során illetve, illetve az ezzel kapcsolatos ugye, ugye kérések önkormányzat elé tárása során sikerült két év után a jelenlegi polgármester jelöltünket dr. Zinszki Péterrel civil kezdeményezésként elérnünk, hogy elinduljon a kerekhegyi kisbusz. Most ezzel a lendülettel szeretném folytatni a tevékenységemet a négyes körzet képviselőjeként. Elsőleges programja, ami közé tartozik ebben a körzetben, az utak állapotának javítása, és itt nem csak a kerekegyi utakra gondolok, hanem az alsóbb területeken élő útakra, mint a Füves utca, Kápolna utca, Erdője utca, Hegy utca, Völgy utca, mert ezek az utak mind szakszerű karbantartást és javítást érdemelnének meg. Örömmel töltel tovább, hogy sok család él az én körzetemben. És, és akik, ahol a kisgyermekek szívesen járnak a, a busz megállóban lévő játszótérre, ezt a játszóteret is szeretném továbbfejleszteni, és, a, és az, az itt lévő eszközöket, játékokat ugye karban tartani, illetve ezeknek a, a javítását elvégezni. Mint már a bemutatkozásomban is említettem, fontos számomra a természetközeliség, és ugye a Kerekhegy büszkélkedhet egy kerekhegyi tisztással, amit nagyon szeretném, hogyha hogy a eredeti mi voltában meg tudnánk őrizni, ezért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha a, a, a tanúsvények koncepciójának mintájára tájékoztató táblákat és különböző interaktív eszközöket helyezhetnénk ki, mint rovarhotel, pazülök és kirakósok gyermekek számára, szinten pedig szívemen miserem az ifjúságnak a jó létét, mentális jó létét, úgyhogy ezzel kapcsolatban is szeretnék. Sok-sok-sok ötletem és megvalósítandó javaslataim lennének. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm, és várom Önöket, hogy, hogy részt vegyenek a május 22-i polgármesteri bitán, illetve június 3-án a Tesla Egyesület Programját bemutató fórumokon. Köszönjük. Köszönöm szépen. Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában, és kérem mutatkozzon be a nézőknek. Gálmasú Jó vagyok, a Keresztény Demokrata Néppárt és a Fidesz képviselőjelöltje a négyes számú választókörzetben. Miért szeretne képviselő lenni? Személyes célom és személyes motivációm az, hogy, hogy egy nagyobb közösség életében, ez esetben már életének uh, alakítójává uh, alakítója lehessek, Um, és ne csak egy, egy alvóhelyként, uh, uh, alvóhely legyen számomra soly már, ez a gyönyörű környezet, ami, ami, körülvesz minket. Egy nagyobb közösséget is hasonlóan tudunk alakítani, mint egy, mint egy családot. Ezt három gyermekes édesanyjaként és soj már képviselőjeként is uh, uh, nagyon jól össze tudom hangolni, és ez az, ami, ami, ami ad egy, egy olyan motivációt uh, a további munkához, jó érzés az, amikor, amikor, amikor létrejönnek olyan dolgok, ami, ami a lakosság igényeit kielégítette, és ami fontos volt számukra. Ez ad igazán erős motivációt a, a további munka elvégzéséhez. Minek alapján hozza meg döntéseit Zsolyvára a kapcsolatban? A lakosság javaslatai, igényei és az önkormányzat adta lehetőségek összevetésével. Mm tudom a döntéseimet meghozni, ahogy ezt az eddigi években is igyekeztem megtenni, mindenféle kezdeményezést körüljárva, megvizsgálva, és, és hát a, a, a tapasztalatokra és az új ötleteknek az összevetésére hagyatkozva. Milyennek szeretnél látni Solymert? Solymert egy olyan... Egy olyan otthonnak szeretném látni, ahol a közösség ügyeiről békésen tudunk beszélgetni, békésen tudjuk megoldani a különböző problémákat, feladatokat. Egy olyan, olyan otthonnak szeretném látni, ahol elismerjük azokat, akik, akik, akik letettek valamit az asztalra. Sajmárt egy, egy olyan népszerű és szerethető településnek szeretném látni amilyen eddig is volt, és ezért szeretnék a továbbiakban is dolgozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában. Kérem mutatkozzon be a nézőknek. Kedvicsokom, jó napot kívánok! Murányi Levente vagyok, és a testület, Sajmán testületének képviseletébe igyekszem. A hátteremben a Mi Hazánk nevű párt van, aki, hát, hogy úgy mondjam, finanszírozza az én működésemet, irányultságomat tulajdonképpen ennyi. Végzettségemre volt tekintettel villamos üzemérnök vagyok, Kandó Kálmán műszaki főiskolát végeztem, érettségizni a keleti Kár utcában, a második Rákóczi Ferenc gimnáziumban érettségiztem. 1957. február 24-én onnan itt el a pufajkások, és ettől kezdve börtönben voltam a Gyorskocsi utcában, az 5. emeleten a Katpóron, a katonapolitikai kémelhárítási osztályon. 13 társammal állítottak bíróság elé bennünket, ez év, ugyanazó év, November 18-án a Gáspárt tanács ítélt bennünket, engem is államrend megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedésről tevékeny részvételér. Három és fél éve ítéltek, 16 éves múltam. Három társamat kivégeztek, egyet agyon vertek közülünk kiszabadulni, az 59-es amnestia után szabadultam ki, két év, két hónap börtön letöltését követően. Iskoláimat magánúton fejeztem be, és úgy mentem aztán a kantóba tovább. Az elején olyan szigorú volt a helyzet, hogy még kéművesek mellé munkásnak se alkalmazta. Tulajdonképpen a lényegét tekintve ez, ezt követően különböző cégeknél dolgoztam, magába a börtönben bent tanultam szakmát, amit aztán kint kivezett, befejeztem, és 1981-től magánvállalkozó voltam egészen mostan, március 17-én adtam el a vállalatomat. ez egy márka szerviz volt, én hoztam be 92-ben a Jaguárt Magyarországra. Miért szeretne képviselő Képviselő azért szeretnék lenni, egyrészt mert független vagyok, és az energiáimat szeretném hasznosítani, és nekem sojj már szimpatikus a lakossággal együtt, és a táját tekintve is. És a Hutvejdében lakom, ami különösen szép része ennek a falun, illetve nagy községnek, és hát gyakorlatilag már egyszer próbálkoztam itt a képviselőséggel, de akkor a Pártom elhívott vissza, az 56-os intézetet hoztam létre, és ma is működtetem, és hát gyakorlatilag azért aztán nem folytattam. Most úgy gondolom, mivel rengeteg panasz jutott el hozzám a község működtetésével kapcsolatosan, amit csak megerősített az aláírások gyűjtésekor hallottak, hogy hát hát ha tudok segíteni. Minek alapján hozná meg a döntéseit Sajnárral kapcsolatban? Mindenképpen a kérelmező vagy a kére, kérel, kérelmező környezete, az ügy környezete megismerése fontos számomra, mert nem szeretnék olyan döntéseket hozni, ami nincs kellően megalapozva, úgy, hogy a lakosság javára történjen elsősorban ez a döntés. És milyennek szeretné látni Soymárt? Soymárt? Hát ha lehet még szebbnek, mert én nagyon szépnek tartom, és hát ebbe tulajdonképpen tevékenykednék nagyon szívesen energiáimat elhasznál. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm, hogy le ez a lehetőség adódott olyanok által. Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek. Köszönöm szépen. Én is tiszteltel köszöntöm a Pilis TV nézőit. Én nevem Gulyás István, útvájt uh, körzetnek a jelenlegi önkormányzati képviselője vagyok. 56 éves, 20 éve élek családommal uh, Sojmáron. <kül> Idén Ünnepeljük feleségemmel a 30. házassági évfordulónkat, van két egyetemista gyerekünk. Amikor négy és fél, öt évvel ezelőtt felképt, felkérést kaptam arra, hogy képviselőjelöltként próbáljak bemutatkozni itt a lakosságnak, <kül> hát nem gondoltam volna, hogy ilyen összetett problémákkal fogok találkozni. Hát húsz éve élek itt, tehát nagyjából azért sejtettem, hogy mi az, hogy vízhiány, mi az, hogy porosút, hiszen én is amellett laktam, de azért ilyen kihívásokra nem gondoltam. Ehhez mindenképpen szükség volt egy csapatra nem találja ki szerkesztő azt, hogy a csapatom legfontosabb előbb, még csoda, hanem más, mint a feleségem mert hogy az ő háttértámogatása a mind lelki értelemben, mind akár fizikai értelemben nekem nagyon sokat jelentett, hiszen ezeknek a kihívásoknak a kezelése, ez nyilván beszüremkezik az embernek a családi életében, a magánéletében is. <kül> Így, ha csak egy dolgot akarnék kiemelni az ő esetében, hogy akár ez a Szent tér játszótérnek a pályázatának az elkészítése, mint belső építész a terveknek az elkészítésében való részvétele nagyon sokat dobott, az ügy érdekében, és aztán a Petlen Gábor beadva, sikeresen meg is nyerve, a kivitelezés során is nagyon sokat segített, és akkor elérkeztünk a második köszönetnyilvánításhoz, pedig a lakosság, hiszen ebbe a Szent erzsébet játszótérben azoknak a munkálataiban, ki csiszolóvászonnal, ki ecsettel, rengeteg segít, vagy nagyon sokat segítettek, több mint 20 hútvájdi család fogott össze, és közösségi módon újított fog fel ezt a játszóteret. teret ami a Köszönetnyilvánításhoz még hozzá tartozik, az nem más, mint polgármester úr, akinek az idejében 18 év alatt gyakorlatilag aszfaltozásra került a Kert utca, a Homok utca, a Róka utca, a Mészigető utca, az ezeket összekötő többi út, a Homok utca, a Avar utca, Kert utca, azt aztán nem mondtam, és hát ehhez én hozzátettem, nagy, magas volt a, a, a mérce, úgyhogy igyekeznem kellett, és az én időmbe valós meg az Ásvány utca, illetve hát jelen pillanatban is zajlik a Di a Barlang utcának és a a Kult utcának egy részének a kiépítése. polgármester úr idejében a csatornázás is megtörtént. Ezek, ezeket a dolgokat nem nagyon tudják egyébként, akik, akik most 4-5 éve, 6-8-10 éve költöztek ide. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok neki, és nagyon támogatom is őt. Ugyanakkor egy képviselői munka nem csak számokból áll, hanem konkrét hozzáállásból. Az én hozzáállásomat következő szavak határozták meg. Ez a proaktivitás, a cselekvés és a transzparencia. Proaktívnak kell lenni akkor, amikor van egy tervezett vízhiány mondjuk, és abba bele kell állni, tájékoztatni kell a lakosságot, hogy lesz, mire számítsanak, és mindent el kell követni, hogy minimalizáljuk az ő problémáikat ebből adódóan. A cselekvés, amikor nagyobb a baj, és esetleg több napos vízhiány, uram, bocsánat, hetes vízhiány, én ezt tettem 2021-ben, amikor egészen a DMRV legfelsőbb vezetőségéig főmérnök azt, hogy mentem el, és hát én azt gondolom, hogy egy pici részen volt, volt, vagy valamikor a részem volt abban, hogy nem általánosodott egész nyárra ez a vízhiány, és a transzperencia pedig az, hogy talán elmondható, hogy soly már közeletében egy viszonylag meghatározó szerepet kezdtem el játszani, akaratom ellenére, mert én úgy gondolom, hogy a lakosságnak joga van tudni, hogy mi történt, és hogy mi fog történni ezt a hozzáállást továbbiakban is így gondolom. És azt, hogy jövőre mit gondolok, az gyakorlatilag néhány négy dolog határozza talán meg. Szeretném az a összes átmenő forgalommal rendelkező földutat, hogyha leaszfaltoznánk, amíg ez nem történik meg, ugyanez az útokat ugye pormentesíteni, ezen kívül megcsinálni szintén a feleségemnek a segítségével a Balang utca előtti térnek a szép rendbetételét, összességében Sojmárnak, a, a Sojmáron belül Hutvájt körzetnek a megszépítését, amivel azt hiszem adósa vagyok a, a és hát a nagy álmom, hogy valahogy levezessük a Telsánszki útra azt a forgalmat, hogy most jelen pillanatban a Cseresznyi utcán megy le. Összefoglalva, proaktivitás, cselekvés és transzparencia. Én ezt tudom ígérni a lakosságnak, a jó segítségével. Köszönjük szépen, hogy itt Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában, és kérem mutatkozzon be a nézőknek. Üdvözlöm a nézőket, Mihály Adrián vagyok, két kamasz gyermek anyukája. Sajmáron lakom születésem óta, az Anna Kápolnánál, abban a házban, amelyet a nagyszüleim építettek. Szeretek kirándulni, és sétálni, amelyben partnereim a két kutyám, illetve nagyon szeretek a környező hegyekbe, földjekbe biciklizni. Multinál dolgozok, pénzügyi és számviteli szakértő vagyok. Miért szeretnék képviselő lenni? Jelenleg is részt veszek Sojmár közösségi életében. A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola és, Nemzet és isko Alapfokú Zeneiskola szülői munkaközösségének vagyok a vezetője. Sokszor találkoztam a munkaközösség munkájában azzal, hogy falaknak ütközünk soymáriként, és szeretnék ezen változtatni. Fontos számomra, hogy soly már nagyszerű adottságokkal rendelkezik, hogy úgy mondjam, a világ közepe, és életminőségünkön tudunk változtatni akkor, hogyha a közösségi életben is változtatunk. Minek alapján hozná meg döntéseit Sajmára a kapcsolatban? A döntések meg, ö, meghozatalánál szerintem a legfontosabb az információ, hogy kellő információval rendelkezzünk. Azokban a kérdésekben, amelyben nem vagyok kompetens, szakértő véleményét kérdez, kérném ki, illetve fontos számomra az, hogy a, a lakókkal, vagy a, a választópolgárokkal kommunikáljunk. Tehát a község lakosait az oda-vissza kommunikáció egy nagyon fontos lépés. Fontos az számomra az, hogy az érintetteket, akiket a döntés érint, azoknak a véleményét kikérdezzük, illetve az, hogy a gazdaságosság, a törvényi háttér, illetve a szakértő mit mond. De természetesen a lakosság értekei a legfontosabbak. Fontos az alternatív közlekedés számomra a természetvédelem, illetve a takarékos gazdálkodás, amit az előbb mondtam, és egy értő oda-vissza kommunikáció a lakossággal. Milyennek szeretnél látni Solymárt? Solymár, solymáron szerintem az innováció és a hagyomány nagyon jól megfér egymással. Egy oda-vissza kommunikációt tudok elképzelni a községben, ahol a a község érdekeinek a szem előtt tartásával születnek megdöntések a sport, a kultúra, a közlekedés és a hagyomány tekintetében. Szeretném, hogyha egymással nagyon jól megférne az összes generáció. A fiatalok nem hagynák el Sojmárt, ugyanúgy találnának szórakozási lehetőségeket maguknak. A kismamák, az anyukák nem autóba ülve mennek el egy közösségi ligetbe, nem a helyi sportegyesületben sportoló gyerekeiket nem a másik községbe hordanák át sportolni, illetve az idősebb korosztály is ugyanúgy megtalálná a maga kikapcsolódását, szórakozását. Erre például nagyon jó most a horgoló klub, de ugyanúgy a férfiaknak a férfi de bármi más alternatíva, amit a lakosság igényel. Ezen kívül rengeteg programja van a Tesó Egyesületnek, és szeretném, hogyha a nézők is megismernék az Egyesületnek a programját. Erre remek lehetőség május 22-én a Művelődési Házban a polgármesteri vita, illetve saját környezetemben ilyen nélakossági fórumot szeretnénk tartani május 30-án, 18 órakor a Györgyligeti Bölcsöde mellett, illetve már június 3-án a Tesó Egyesületnek lesz egy lakossági fóruma. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hogy itt volt! Köszöntöm a stúdiómban! Kérem, mutatkozzon be a nézőknek! Szacsói Gergely vagyok, építészmérnök, házas és három gyerek édesapja. Építészmérnökként dolgozom a mai napig. Több családi házat terveztem már Solymára is. Miért szeretne képviselő lenni? Hát benne már nagyon régen bennem volt az az érzés, hogy tegyek a községemért, ne csak éljek itt, és, és most engem felkértek arra, hogy képviselőjelölt legyek, és úgy gondoltam, hogy most nem futok el a lehetőség elől. Minek alapján hozná meg döntéseit Solymárral kapcsolatban? Amihez értek, ott ott arra tudok agyatkozni a, a tudásomra sokkal jobban. Ez elsősorban ugye a szakterületem, az építészet, de a, a kultúrát említeném még, illetve az esztétikának különböző fajait, ezek ezekhez úgy, úgy érzem, hogy értek. Amikhez nem értek, ott mindenképpen segítséget kérnék olyan emberektől, akik értenek hozzá, illetve utána néznék a problémának, és így közösen. Tehát a, a, hiába döntöm én el, úgyis közösen kell megvitatni a történetet. Tehát ez egy csapatmunka, egy probléma eldöntése is. Milyennek szeretnél látni Solymárt? Én kívánni szeretnék Solymárnak. Én, én azt szeretném, hogy Solymáron minél többen, akik itt laknak, otthon is érezzék magukat Solymáron. Legyen minél több olyan szomszédjuk, akivel beszélnek, minél több barátjuk, járjanak el minél több sojmári helyre, akár sörözni, kávézni, szórakozni, hogy minél több ember legyen, a sétáljon az utcákon, biciklizzenek az emberek, ilyen hétköznapi naiv dolgokat kívánok sojmárnak, és nagyon remélem, hogy ebbe az irányba tudjuk fejleszteni sojmárt, hogyha engem megválasztanak. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszöntöm a stúdiómban, és kérem mutatkozzon be a nézőknek. Jó napot kívánok! Kovács Előd vagyok, 1976-ban Egerben születtem. Egy pár évig éltünk Miskolcon, és még, még általános iskolás koromban, 80-as évek végén költöztünk Sojmára. Végzettségemet tekintve környezetgazdálkodási agrármérnök vagyok. Inkább kertészeti vonalon helyezkedtem el, még az iskola után egy fél éves Új-Zélandi folyamon vettem részt, és hát ez eléggé megváltoztatta az életemet, mert itt ismerkedtem meg a feleségemmel, aki dél állampolgár. Úgyhogy egy ideig éltünk Magyarországon, aztán a kalandvágy visszavitt minket Új-Zélandra, és majdnem, 8, majdnem 9 évig éltünk ott. 2015-ben költöztünk vissza Solymára, akkor három évig itt az IMO egy irodában dolgoztam ingatlan közvetítőként, azt nagyon hasznosnak tartom, illetve akkor ismertem meg igazán tényleg soj már minden az egész Miért szeretne képviselő lenni? E, igazából nem terveztem politikai pályát sose, nem, nem is tudtam volna elképzelni magam, viszont akár a lokális, akár nagyobb képen, ahogy, ahogy nézem a világ folyását, úgy érzem, hogy hogy tenni kell a magunk környezetéért. Tehát két szóval összefoglalom egy ilyen társadalmi felelősségvállalás, ami motivált. Minek alapján hozná meg a döntéseit Solymárral kapcsolatban? Egyrészt nagyon fontosnak tartom, hogy mindenféle befolyástól mentes, objektív döntések szülessenek. Másrészt a település életét szerintem egy hosszabb időtávon kell nézni tehát 10-20-50 év távlatában olyasmit is esetleg, olyasmiből is bele kell fogni, ami lehet, hogy 5 év alatt nem kivitelezhető. Ezen kívül, ami már nekem inkább a, tehát a szívemhez közelebb álló, egyrészt a természetvédelmi kérdések fejlesztése, másrészt a háztai Igaz, hogy ez most nem egy nem egy elterjedt dolog, de pont ezért kellene segíteni, ösztönözni. A szakmámból adódóan én a nagyüzemi állattartást azt tisztelt a kivételnek, de állatkínzásnak tartom, illetve a kőolajon alapuló növénytermesztés hosszú távon nem fenntartható. Úgyhogy ennek a segítése, és még a, a sport élet nem is annyira, nincs baj a versenysporttal, de, de a tömegsport segítését is nagyon fontosnak tartom. Milyennek szeretnél látni Solymárt? Szeretném jobban bevonni a, a választópolgárokat, laposokat a kommunikációba a képviselőjükkel kapcsolatban, de, de úgy érzem, hogy Solymának vagy egy kicsit a, a vidéki környezet előnyeit kellene élveznie, és a nyugalmat, amennyire ez visszafordítható, vagy, vagy akkor a, a városi infrastruktúráját, és, és mindenképpen egy rendezettebb utcaképet Solymát szeretnék látni. Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen! Köszöntöm a stúdióban, kérem mutatkozom be a nézőknek. Köszöntöm a kedves nézőket. Bukta Márk Szemere vagyok, Sojmár 7-es választókörzetének képviselőjelöltje a fidesz KDMP színeiben indulok. Három gyerekes családapa vagyok, Sojmáron élünk már közel tíz éve. Igazából a kötődésem már évtizedes, feleségemhez ide jártam udvarolni húsz éve körülbelül, azóta kapcsolódom a településhez. Itt építkeztünk, itt élünk, igazából nagyon szeretem a falut. Magamról talán annyit érdemes elmondani, hogy villamosmérnök, mérnök szakközgazdász, illetve mérnök végzettséggel rendelkezem. Közlekedés technológiában dolgozom közel 20 éve. Egy német gyártócégnél vagyok értékesítési igazgató. Miért szeretne képviselő lenni? Hát talán erre a legjobb indok a három gyermekem. Úgy gondolom, hogy, hogy nekik egy olyan sojmára van szükségük, amiben felnőttként is megtalálják a helyüket, amiben boldogok, amiben mindig szívesen hazajönnek, vagy akár itt maradnak. Ez volt nekem a legtöbb, legfőbb célom és motivációm. És uh, igazából az egész családomban Gyerekkorom óta egy folyamatos lokálpatriotizmus volt jellemző. Így ennek köszönhetően én abba bele, bele születtem, hogy tennünk kell, amit tudunk, meg kell tennünk a településünkért. Így nekem ez igazából egyszerűen nem volt kérdés. Úgyhogy hálásan és köszönettel fogadtam a polgármester úr felkérését erre a jelöltségre. Minek alapján hozná meg döntéseit Sojmárral a kapcsolatban? Én mivel szakmailag tekintek erre a feladatra, így azt gondolom, hogy az előkészítettsége a döntéseknek a legfőbb szempont. Ez azt jelenti számomra, hogy a döntés meghozni már könnyű, hogyha úgy vagyunk előkészülve arra a döntésre, hogy az ismeretanyagaink a rendelkezésünkre állnak. Első pillére ennek az, hogy meg tudjuk a lakosságtól, hogy mik azok a Kérdések, témák, amikről ők beszélni szeretnének. A második a civil szervezetek, akik szintén nagyon fontosak abban, hogy tájékoztatást adjanak nekünk arról, hogy milyen igények vannak a településen. Utána a szakértők, akik szerepet játszanak, és a képviselő testületben is jelen vannak egyébként a különféle bizottságokban. És ebből az együttesből lehet együtt e, e, ki mazsolázni azokat az információkat, ami alapján megfelelően lehet dönteni, pontosabban szavazni a testületben. Milyennek szeretné látni Solymárt? Igen, talán ez a legromantikusabb kérdés. Soymár egy olyan település, ami szerintem szinte egyedi a környezetünkben. Egy agglomeráció majd, hogy nem ugye össze, össze is ér Budapesttel, ezzel együtt erdő veszi körül, kötött pályán negyed órára vagyunk a fővárostól, tehát így kimondottan nehéz megvalósítani azt, hogy egy önálló, otthontadó adó településként tekintsünk erre a falura községre. De én hiszem azt, hogy ezt meg tudjuk tenni. Egyébként jó úton is haladunk ehhez. Fontos, hogy megőrizzük a hagyományainkat. Solymáron ebben nagyon sok egyesület és szervezet vesz részt, és hálásan köszönjük a munkájukat és ezt tovább erősíteni szükséges. És a közösségi élet pedig szintén az, hogy soy már tegyük olyanná, hogy az emberek otthonuknak érezzék, és szívesen részt vesznek a közösségben, és építik is azt. És ezzel együtt nekem célkitűzésem az is, hogy a fiatalokat bevonjuk a település életébe. Ezért is határoztam el, hogy soha már ifjúsági koncepciójáért is fogok dolgozni. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm. Köszöntöm a Pilis-TV stúdiójában. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek. Jó napot kívánok, Kővári András vagyok, a 8-as körzet jelenlegi képviselője és egyben képviselőjelöltje is. Sojmáron születtem 1959-ben, van egy csodálatos feleségem. Ildikó, ő is kertész, mint én. Az első fiam, aki kislány lett, Ildikó, ő ajándékozott meg két csodálatos unokával, a 7 éves Zsombival és a 3 éves Annabellussal. És Andris fiam pedig ő is kertész. Így együtt dolgozunk a saját vállalkozásunkban. Solymáron a Sportutca 22-ben élek, és 2002, 2002 óta vagyok önkormányzati képviselő. Több mint 25 éve vagyok polgárőr, és még annak idején néhai Víg a ösztönzésére, valamint a két körzeti megbízott javaslatára indultam el az önkormányzati programmal. Csak érdekességképpen, hogy már 20 évvel ezelőtt is téma volt, hogy a körforgalom, a közlekedés közbiztonságnak a javítása, abban egyébként vannak eredmények, hiszen lényegében azt lehet mondani, hogy megszűntek a betörések solymáron nyugodtan. El lehet engedni a kislányt, el lehet engedni a fiút, és este 9 kor vagy 10 órakor is biztonságosan hazaérnek. Miért szeretne ismét képviselő lenni? Van még mind bőven feladat, amit el kell, hogy végezzek. Most már sok mindenre megvan a terv, járdák, további gyalogátkelőhelyek, Lámpás csomópontok. Rövidesen átadjuk, úgy gondolom, hogy júniusban a két beépített trafibaxot, mert több mint 25 éve vártam, nem csak én, hanem az egész testület. És ezt szeretném továbbvinni. Minek alapján hozza meg döntéseit Solyvárral kapcsolatban? Nagyon egyszerű a válaszom mert több bizottságban részt veszek, jó magam a közlekedési bizottságot vezetem, a település fejlesztési bizottságba is. És így ott már előre letágyolom mindent. Amikor költségvetés van, akkor bemegyek mindig a pénzügyi bizottság ülésére, és ott nyugodtan, bátran fel tudom tenni a kérdéseimet. És akkor, amikor oda kerülünk, akkor már csak meg kell a megfelelő szavazatokat nyomni. Általában igennel válaszolok. Nem szoktam tartózkodni, vagy átmondok, vagy bét. Milyennek szeretnél látni Sojmárt? Azt szeretném, ha továbbra is Sojmár egy biztonságos település volna. Jó magam is elmúltam 64 éves, ha unokáimmal vagy bárkivel szeretnék sétálni, átmenni egyik oldalról a másikra, akkor azt szeretném, hogyha mindenki udvariasan átengedné a gyalogosokat. A gyalogosok meg köszönjék meg, hogy átengedték. És továbbra se legyen bűnözés nyugodtan tudjunk aludni Sojmáról. Köszönjük szépen! Hogy Én szépen. is köszönöm! Köszöntöm a Pilis TV stúdiójában. Kérem, mutatkozzon be a nézőknek. Köszönöm a Pilis Televíziónak a meghívását, sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Kemen Zoltán vagyok, 46 éves épületgépész, Törzsgyökeres Budai. Többször éltünk már Solymáron, jelenleg 2015 óta élek itt a feleségemmel és a kisfiammal. Nagyon megszerettük a települést. Én már korábban is éltem itt a 90-es években is, illetve a 2000-es években is. Mint mondtam, jelenleg 9 éve élünk a településem. Szeretjük a településnek a fekvését, a hagyományait, részt is veszünk benne. Azért szeretnék képviselőként indulni, mert, mint ahogy mondtam, megszerettem a települést, és szeretnék részt venni a település életében, a települést érintő döntések meghozatalában. A szervezet, akinek a színeiben indulunk, az a Mi Hazánk Mozgalom. A Mi Hazánk Mozgalomnak nagy tapasztalata van egyébként az önkormányzatiságban, hiszen a párt elnöke Torockai László Ásotthalomnak volt a polgármestere, hosszú éveken keresztül, és sikeresen vezette a délalföldi települést. A pártnak külön programja van az önkormányzatokra vonatkozólag, amit el lehet olvasni a pártnak a honlapján, a Virradat Program neve a pártnak a, a programjának. Ami viszont Sojmárt illeti, ugye sok kérdésről beszélhetünk, akár a körzetemet vonatkozó, körzetemre vonatkozólag akár a települést érintő problémákkal kapcsolatban. Az én körzetem az a 8-as körzet, az a Pemű lakótelep, a Sport utca, valamint egészen a Vasút utca, a Vasútállomásig, és Kis Solymár, ami ugye a 10 úton található. Ami a körzetemre vonatkozik, és én szeretném, hogy, hogy ott változások legyenek, vagy, vagy új dolgokat hoznék be a körzetemre vonatkozólag. Először is a Tersánszki útnak a forgalma, ami Az én körzetem határán található, valamint a vasút utcának a forgalma. Ugye nagyon nagy az átmenő forgalom, ezt tudjuk. Ebből kifolyólag problémák vannak azzal kapcsolatban, hogy gyakoriak a, a gyorshajtások, gyakoriak a, a nem megengedett sebesség. Szeretném, hogyha több jelzőlámpa lenne, tehát több gyalogos átkelőhely lenne. Például konkrétan a vasútnál megszűnik a járda, és nincsen kijelölt gyalog hely a másik oldalra. A Kis már szeretném be, be, bevonni a településnek a, a vérkeringésébe, az életébe, tehát ö, elképzelhetően tartok akár egy aszfaltos utat is, hogy oda vezessen a, a településnek azon részére. Nagyon fontosnak tartom a sportpályát, egyébként pont az én körzetemhez tartozik, tehát egy ilyen méretű település és egy ilyen ö, jelentős település, mint már, hogy nem rendelkezik saját gyermekek és felnőttek számára is ö, használható sportlétesítménnyel, azt... Ö, nagyon visszásnak tartom, és nagyon szeretném, hogyha ezen változtatnánk. Erre vannak már kidolgozott terveink, ötleteink. Nyilvánvalóan az időkeret nem teszi lehetővé, hogy ezt most ismertessem, de ez is egy kiemelt programpont az én, illetve a szervezetem részére, illetve a szervezetemtől. A másik pedig a m, körzetemben, ugye a Pemülakó telep, ez egy régi lakótelep. Tehát nyilvánvalóan a, a lakótelepnek az állapota az, 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 az tükrözi egyébként az 50 évvel ezelőtti világot. Egyébként egy nagyon nyugodt környék, tehát egy nagyon szép nyugodt környék, de hát azért nyilván ráférne egy kis vérfrissítés, ráférne egy kis újítás, amiben úgy érzem, hogy az önkormányzat is kiveheti a részét. Tehát nyilvánvalóan a, a, egyrészt a játszóterek, most ugye épült egy játszótér az aranykoronának a parkolójában, de én úgy gondolom, hogy nincsen jó helyen, nem is nagyon szeretik a szülők tapasztalatom szerint, például a lakótelepi játszóteret újítanám föl, vagy bővíteném. A Nagyjából ennyi az, amit így gyorsan el tudtam mondani, de hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Minek alapján hoznám meg döntéseit Solymárral kapcsolatban? Nyilvánvalóan az itt élő embereknek az értékrendje, az itt élő emberek igényei alapján, valamint nyilvánvalóan a jelölő szervezet, ami Mi az Mozgalom értékrendje az, amely motivál engem, amely alapján, amely a döntéseimnek az alapját jelenti. És nagyon rövid időnk van az utolsó kérdésre, hogy milyennek szeretné látni Solymárt? Sojmárt egy élhető, barátságos, környezetbarát, az itt élők és az ide látogatóknak a közérzetétre jó hatással lévő településnek szeretném elképzelni. Amennyiben az önkormányzat bejutok, én ezért fogok dolgozni. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. A Pilis TV választási műsorát látták, köszönjük figyelmüket! Menjenek el önök is szavazni június 9-én!